Kismányok főterén áll az az oszlop, mely őrzi mindazok emlékét, akik a haza védelmében útra keltek és soha nem tértek vissza. Az emlékhely 64 nevet, és ezzel 64 emléket őriz, nagyapákét, férjekét, gyerekekét. A Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatának tekinti, hogy évről évre megemlékezzen őseikről. Az alkalom, amiért ma itt, ennél az emlékműnél ismét összegyűltünk, az nem más, mint a megemlékezés és a tisztelet őseinkre, egykori falubeliekre, akik miatt minden évben az emlékmű köré gyűlünk. Megemlékezés azon időkre, amelyek arra kényszerítették sok honfitársunkat, így a kismányokiakat is, hogy a világháborúban hazájukért harcoljanak. Megemlékezés annak a 41 embernek a tiszteletére, akik német nemzetiségük ellenére a legdrágább kincset, az életüket adták a magyar hazáért, és a sírjaik valahol messze földön, távol a hazától domborulnak. Ünnepi beszédében Szüri Katalin miniszterelnöki megbízott arról beszélt, a Hősök Napja nemzedékeken átívelő ünnepség. Egy társadalom akkor jár el igazán helyesen, és akkor ad egy kicsit is magára. Az őseiről megemlékezik, és tisztelettel őrzi ősök emlékét. És azt hiszem, hogy azzal, hogy azok, akik az életüket áldozták, vagy egészségüket adták az első világháborúban, úgy mentek el a harctereken, hogy nem voltak ott szeretteik, nem ölelték át őket az utolsó pillanatokban, és csak a hitük tarthatta meg őket akkor, és nem tudták a családok elsíratni a saját szeretteiket, hiszen ott maradtak a harctéren. Így minden egyes harcmező maga egy-egy temetővé alakult. Minden egyes áldozat nevét kőbe kell vésni, és meg kell örökíteni. Ez azért is fontos, mert ebből tudunk táplálkozni, és ebből tudunk mi magunk is átadni valamit a gyermekeinknek abból, hogy mit jelent az, hogy hazaszeretet, mit jelent az, hogy odaadni az életet a hazáért, amit tulajdonképpen a legfőbb és egy legtöbb egy embernek. Éppen ezért ezt tovább kell adnunk, és azért is tartom sajátságosnak, hogy május utolsó vasárnapja, amit 1924-ben meghatároztak, az egybe gyereknap is. Úgyhogy ilyenkor találkozik a múlt és a jövő. És ez a nap, ez gyakorlatilag arról is szól, hogy mi, akik a ma felnőttekként, hogy tudjuk egyrészt ezt a tiszteletet és ezt a megemlékezést és ennek a rítusát átadni következő generációknak. Bár a Hősök Napja alapvetően az első világháborúban elesettek emlékezetére szolgál, a történelem során számos olyan esemény érte Magyarországot, melyben emberek estek áldozatául annak, hogy kiálltak annak védelmében. Gyakorlatilag Szent István óta, amióta államunk létezik, valamennyi hőse, hiszen a napnak is magyar hősök emlékünnepe a nap, és ennek van valami aktualitása is, mert akkor, amikor a 21. század harmadik évtizedének elején szomszédban a háború zajlik, akkor nyilvánvaló ilyenkor az ember óhatatlanul is a hétköznapokban is azokra az emberekre gondol, akik egy-egy családból, egy-egy közösségből elmentek, és ez a közösségnek, de az egész nemzetnek veszteség volt, viszont egyre biztos, hogy megtanít bennünket a haza, a hon szeretetére. Sima László, a település egykori polgármestere, az esemény főszervezője is úgy vélte, ma különös jelentősége és nagyobb súlya lett a Hősök Napjának. Azért tartjuk meg ezeket az ünnepségeket, illetve azért tartja meg a kismányoki német önkormányzat is, hogy ezeket a borzalmakat a mai fiatalok se felejtsék el, tisztában legyenek azzal, hogy mi is történt abban az időben. De most itt van a szomszédunkban, folyik a háború. Mi azt hangoztatjuk, hogy azért tartjuk meg ezeket az ünnepséget, hogy soha többé ilyen borzalom ne forduljon elő, és csak át kell menni a szomszédba, és látjuk ezeket a borzalmakat. Én azt gondolom, ma különösen jelentősége van annak, hogy ezt a Hősök Napját megtartjuk.